How long are you waiting here? 2 days. 2 days? Yes. Ott, hol állunk, egyszerűen nincs lehetőségünk, hogy dolgozzunk. Itt állunk egy tábla mellett. Miért nincsenek itt? Az Egyesület, mint szervező, ebben nem tudott beleállni. Záhonyban vagyunk, a határátkelő közvetlen közelében. 14 magyar kamion lassítja itt a kamionforgalmat. Hétfői nappal kezdtük a demonstrációt, 14 kisvállalkozó kollégánkkal összefogva közösen demonstrálunk. Részben ezért torlódott föl több száz ukrán kamion egészen Kisvárdáig, részben pedig azért, mert Lengyelországban és Szlovákiában az ottani fuvarozók teljesen lezárták a határokat. Poland. From Poland to Ukraine. Yeah. And why don't you go on the Polish-Ukrainian border? Too much car. How long are you waiting here? 2 days. 2 days? Yes. Waren grenze zakonu, drei Tage, vier Tage. No toilets, no... I stay in car, yeah. No toilet, no dusch, no parking. A lengyeleknek, a szlovákoknak és ezeknek a magyar fuvarosoknak is két problémájuk van. Az egyik, hogy a háború kitörése után az Európai Unió liberalizálta az ukrán teherfuvarozást. Ez azt jelenti, hogy korábban meghatározott számú kamion léphetett be Ukrajnából az Európai Unió területére külön engedéllyel. Azóta nem így van. Ezt az időszakot megelőzően ugye a magyar fuvarozók is a keleti desztinációs piacokra engedélyek birtokában tudtak belépni, és ugyanez volt viszont az ottani piacok szereplői is az Európai Unió piacaira engedélyek birtokában léphettek be. Egy bizonyos mennyiségű engedélycsere volt, tehát hogy cseréltük az engedélyt, az ukránoknak adtunk magyarországi fuvarozói engedélyt X számban, és akkor az, ameddig tartott, addig ők azzal gazdálkodhatnak. Most ez a liberalizáció miatt ez megszűnt. A humanitárius szállítások és az élelmiszer szállítások oda-vissza történő mozgatása céljából kapták ezt a könnyítést. Semmi gond nem lenne tulajdonképpen, hogyha azokat az árukat, de ők már most már minden árut, ugye ők úgy gondolják, hogy az a segélyeket szállítanak, közben elbújnak, mert nem segélyszállítmányokról van szó, hanem ami létezik Európába. Mindenféle árut visznek, hoznak. A liberalizáció eredményeképpen nincs ellenőrzés, tehát nincs rögzítve, ezért nehéz most számokkal alátámasztani, de például van egy nagyon beszédes számadat a magyar vonatkozást tekintve, hogy 2023-ban januártól mostanáig az ukrán fuvarozók kilométerfutás teljesítménye, hogy a nemzeti újdíj fizető adatai szerint 33%-kal megnőtt a tavalyi év azonos időszakához képest, míg a magyar fuvarozók hazai futás teljesítménye ugyanebben az időszakban 4%-kal csökkent. Amióta az ukrán kamionok szabadon közlekedhetnek Ukrajna és Európa között, ezek a kamionosok elvesztették a munkájukat. Eddig keletre tartó fuvarokat szállítottunk Oroszországba és Ukrajnába fuvaroztunk. Fuvaroztunk Ukrajnának keresztül Belarusia, Oroszország, Finnország és a Baltikum. Oroszországi fuvarozásból kiszorultunk, az ukrajnai fuvarozásból kiszorultunk, mivel nem tudtunk versenyt tartani az ukrán fuvarozókkal, nem tudtuk felvenni a versenyt, az árversenyt. Ott, hol állunk, egyszerűen nincs lehetőségünk, hogy dolgozzunk. Tehát ilyen szempontból őket érinti leginkább, de ha egy kicsit szélesebbre nyitjuk ezt az ólót, akkor végül is a teljes fuvarpiacot érinti. A másik probléma az úgynevezett kabotázs. Európai fuvarosok azt állítják, hogy az ukrán kamionosok, amikor átlépnek az unió területére, nem csak Ukrajna és az uniós célpont között teljesítenek fuvarokat, hanem az uniós államokon belül is, ezzel pedig az ő piacukat rontják. Van, amikor ezek a gépjárművek hetekig nem térnek vissza a ukrajnai kiindulási pontra. Ők bent Európában egy kabotáns fuvarozást végeznek, de mivel ugye nincs semmilyen ellenőrzés nálunk, ezért gond nélkül fuvaroznak. Ez nem csak nekünk, akik keletre fuvaroztunk, ez nem csak a mi problémánk, egész Európát érintő probléma. No kabotás. You don't do kabotás. No, not kabotás. Ukraine, Europa i Europa, Ukraine. Just that. Just, no European. No European. No cabotage. Ukraine farer cabotage grosse problem. Grosse problem, grosse
Strafen? Hát természetesen nem fogják elárulni, hogy kézzelírott CMR-ekkel dolgoznak, félrevezetik itt a hatóságot nálunk Magyarországon. A legnagyobb probléma az ellenőrzés hiánya. Nincs ellenőrzés, ezért tulajdonképpen azt visznek, hoznak, amit ők akarnak. Erre vannak bizonyítékok, hogy ez történik? A mi fuvarozóink száma, tehát az Egyesület fuvarozói közül többen is számoltak be arról, hogy azt tapasztalják, hogy azon a piacon, ahol ők tevékenykednek, megjelentek ukrán fuvarozók is. Még egyszer mondom, hogy én azt úgy megerősíteni nem tudom, hogy konkrétan egy közúti ellenőrzés során erre fény derült volna. Szeretnénk visszaállítani mindenféleképpen az engedély gazdálkodást, hogy engedély rendelkező kocsik jöhessenek be, mi is ugyanúgy mehessünk külföldre. Az ukrán fuvarozó társainkkal semmi problémánk nincs, tehát nem szeretnénk, mink is ugyanabban a cipőben járunk, tehát mink is ugyanazt a munkát végezzük. Mi nem őket szeretnénk hátráltatni kifejezetten, hanem az Európai Unió döntéshozóit és a magyar döntéshozókat is egyben felhívni a figyelmet arra, hogy itt komoly problémák vannak. Magyarország dönthetne úgy, hogy a saját hatáskörében is vizsgálva ezeket a kérdéseket is hoz olyan korlátozó intézkedéseket, amelyek lehet, hogy az Európai Uniónak nem fognak tetszeni, de ugyanakkor megvédik a magyar fuvarozókat. Mi mindenféle ígéretet kapunk, de mindenre az a válasz, hogy jeleztük a kormányzat felé, jeleztük a döntéshozók felé, de érdemi válasz nincs, hogy elértünk valamit. Itt állunk egy tábla mellett, két kamion között van kifeszítve, és az van ráírva, hogy az érdekképviselet számára fenntartott hely. Miért nincsenek itt? Az Egyesület, mint szervező ebben nem tudott beleállni ennek a létrehozásában. A demonstrációval, mint kifejezési formával nem értenek egyet. Valószínűleg ők rendbontásnak tartják ezt. Mi, mint Egyesület, maximálisan egyetértünk azokkal a célokkal, amiket a fuvarozóink megfogalmaztak, és a saját eszközrendszerünkkel, a társegyesületekkel való összefogás, állásfoglalások kialakítása, kormányzati irányban tett kezdeményezésekkel, a Brüsszel felé tett kezdeményezésekkel küzdünk azokért a célokért, amelyekre ők tulajdonképpen ráerősítenek azzal, hogy demonstrálnak. Ők ezzel fényezik magukat, hogy ők érdekképviselet, és akkor ők kiállnak a fuvarozóik mellett. De nem jelentek meg. Nincs egy hivatalos levelezés köztünk, hogy nem kérdezték meg, hogy fiúk, mi újság van, rendben van, minden, szükség van valamire. Most nem a fuvarozóknak van itt egy érdekképviselete, hanem a kormánynak van egy képviselete a fuvarozókkal szembe. A kormányzat emberei kerültek be ebbe a érdekképviseletbe. A Waberer Szemerei Logisztika, akinek minden bizonnyal tudjátok, hogy ki lett a nagy többségi tulajdonosa, annak az ügyvezető igazgatója, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének az elnöke. Tehát innentől kezdve, amikor ilyen szinten belül a politika egy érdekképviseleti egyesületbe, akkor onnantól kezdve miről beszélünk? Kicsi az a kuka nekik. Itt van a hely fenntartva, itt.